Na igen, a mai videó is egy kicsikét másképp lesz, mint az eddigiek. Ez is egy shortnak készült, ugyanis eladták a laptopot, mint nem működő, és igazából teljesen működik. Az egyetlen hibája az, hogy az akkumulátorja teljesen halott. Legalábbis ezt hittem. Tehát eleve úgy vettem fel a videót, hogy szétszettem, kipucoltam, ugyanis eszméletlen retkes volt. De semmi baja nincsen, ezt leszámítva. Aztán, amikor már ott tartottam, hogy megy rajta a Windows, leteszteltem, mindent felvettem, ugye a teljes folyamatát, szétszedés, pucolás, pasztázás, stb. Beléptem a BIOS-ba, hogy átállítgassak dolgokat, és akkor fogadott az a képernyő, hogy van rajta BIOS jelszó. Úgyhogy itt jött az ötlet, hogy az összes addigi felvétel igazából nagyjából felesleges volt. Egy unalmas videó lett volna, ugyanis már százszor láttatok ilyet, vagy hasonlót. Tehát rendeltem egy EEPROM programozó szettet, ebben nagyjából minden benne van, ami szükséges ahhoz, hogy egy BIOS chipet tudjál újra programozni, flash-elni, stb. Sajnos egyik ilyen szokásos BIOS törő oldal, algoritmus, ami alapján ugye, én egyébként már nagyon sok BIOS feltörtem, de Dell-t még nem. Ezek nem működtek, valószínűleg ez egy céges laptop volt szintén, volt már hasonló adónk, azt hiszem az egyik másik Dell, és van még egy HP is, ami szintén céges volt, ezeket talán még nem is mutattam videón, valószínűleg tervbe sincsen, mert ugyanúgy semmi bajuk nem volt. Lényeg a lényeg, hogy két darab BIOS chip van magán ezen a lapon, és az volt a terv, hogy ezeket újra programozom. Na most ebben a videóban ezt meg is mutatom, hogy miként történt, és hova jutottunk. Na most első próbálkozás, ugye a kényelem miatt is. Azért is nagyon érdekelt ez a set, mert minden benne van továbbá a chipes is, ami annyit tesz, hogy nem kell leszedni a chipet magáról a lapról, tehát nem kell forrazgatni, és elméletileg ezzel lehet úgymond újra programozni magát a BIOS chipet, hogy leszednéd. És igen, itt elég nagy idézőjeleket tennék az elméletiregre. Sajnos, amint ez a chipes felkerült, én nagyjából szerintem így a felvételek között egy háromnegyed órát, egy órát biztos, hogy eltöltöttem azzal, hogy megpróbáljam elérni, hogy a csatlakozás működjön. Tehát, hogy tudjunk egyáltalán olvasni adatot a chipről. Na most, vagy a bevonat a lábain a chipnek magának, vagy akár csak a rossz elhelyezkedése miatt, ez sajnos szinte lehetetlen. Megpróbáltam többféleképpen, mindig más adatot olvasott be a chipről, vagy egyáltalán csatlakozni se tudott. Ez nem volt egyáltalán megbízható, hogy azt merjem mondani, hogy visszamerek flash-elni rá bármilyen adatot, vagy egyáltalán, hogy fel tudjuk használni azt, amit olvasott. Ezt mutatom is közben a képernyőn, hogy oké, megadtuk a rendes chipet, próbáltunk olvasni volna, de akárhogyan raktam rá a chipest, nem akarta. Nagyon nem akarta. Amikor meg igen, akkor meg össze-vissza a hülyeségeket olvasod be. Itt az AS programmerrel próbáljuk beolvasni az adatokat, aztán egy másik programmal pedig összehasonlítjuk. Úgyhogy ezt inkább hagyjuk is, és ezt nagyon hamar is engedtem. Így felvételeken persze, ugyanis valójában nagyon sok időt eltöltöttem ezzel. Úgyhogy jött a következő lépés, és szépen leszettem a BIOS chipet alapról. Hőlékforrasztó, ugye? Szép adag flux, chipes, és hamar megadta magát. Annyi, hogy itt viszont már tényleg le kell mindent fedni Kapton tape-el, ami körülötte van, mert nagyon meleg levegő kell ahhoz, hogy lejöjjön. Hát, szépen le is jön. Próbál mutatni közelről is, igazából semmi extra. Ha szét is csesződik valamilyen úton, módon lehet rendelni a netről előprogramozott BIOS chipeket pontosan ez a boardhoz. Azt hiszem, hogy
körülbelül 1000 forint egy darab. Tehát nem egy tetemes összeg. Első próbálkozásra tökéletes volt. Nem tudom, mennyire fog átjönni a felvételeken, de most csinálok ilyet először. A forrasztást is, magát a kis lapra, amit később mutatok, hogy felrakni a chipet erre a breakout boardra, hogy utána ugye bele tudjam tenni magába az olvasóba. Eleve chipet leszedni egy lapról. De azért én elszórakoztam ezekkel jó pár órát, sőt nagyjából 2 napot töltöttem el ezzel az egész folyamattal, mire eljutottunk a végéig teljesen. És azt kell mondjam, hogy szerencsére a boardban magában nem tettem kárt, és ezeken a kis breakout boardokon, ahova ugye felforrasztottam magát a BIOS chipet, ott is csak egyetlen egy trace-t emeltem föl, ami szintén nem szakadt meg, és ugyanúgy használható volt. De itt van szépen lepucolva, ráforrasztva, a lábak is rajta vannak, készen állunk az olvasásra. Itt is eltöltöttem jó sok időt, és ugye lehet látni a felvételeken, hogy mindig bal oldalra dugom be magát az olvasót a gépen, tehát a baloldali USB portok. A HP-knak van egy ilyen hülye szokása, hogy például a Windows telepítés BIOS-ból bootolni USB-ről, valamiért mindig csak a jobb oldalon levő USB portot kezeli. Na most ezen a Dellen, mint kiderült, több óra szívás után a baloldali portok szintén ugyanígy működnek. És az Istenért nem akart normális beolvasást csinálni az ES programmerrel, megtalálta az IC-t, felismerte végre, tehát hogy működik, de hogy tök lassú volt. Szívja az időt. Aztán amikor már volt rendes beolvasás, itt lehet látni, 2 kopit is csináltam. Na most nagyon a részletekben nem megyek bele. Próbálom mutatni a képernyőn, hogy melyik sorokat kellett keresnem, hogy megtaláljuk azt a hash magán a chipről beolvasott adatban, ahol a jelszót tárolja. És az lett a vége, hogy nem átírtam, hanem teljesen ki lett kommentálva az egész. És ezután ugye szépen visszaprogramoztuk. Még egyszer mutatom, hogy HXD-ben ugye összehasonlítjuk az adatot, miután már ki lettek kommentálva ezek a sorok, végig effekkel szépen felülírtam. Ezután verifájoltunk egyet, és ugye ráprogramoztam magára a chipre. És lehet is látni, hogy összesen pár perc volt az egész. Na, ezt nem is lehet látni. Lényeg a lényeg, visszarakom a BIOS chipet. Itt már nem is captonoztam, mert tudom, hogy szépen gyorsan föl fogjuk dobni rá. Aztán gyorsan lepucoltam párszor, ugye fogkefe, meg ipa. Nagyjából addig összeraktam a gépet, hogy be lehessen kapcsolni. Először azt hiszem, hogy 4-szer vagy 5-szer indult újra, mire kaptunk BIOS képet. De hát működik, úgyhogy kárt nem tettem benne. A lényeg, hogy ugyanott vagyunk. Ugyanis, mint kiderült, nem elég kikommentálni ezeket a sorokat, hanem ki kellett volna törölni az egészet. Tanulópénznek tökéletes, viszont ezt még egyszer szét kell majd szednem, majd egy későbbi videóban visszatérünk rá, és majd megmutatom, hogy miként szedtem le róla a BIOS jelszót. Alapvetően teljesen használható, tehát tudtam rá Windows rakni, annyiban tart vissza ez a BIOS jelszó, hogy nem tudom módosítani például a processzornak a beállításait. Úgyhogy mivel ez egy kicsikét most másképp sikerült, szintén, mert amúgy nagyon sok laptop jött az utóbbi időben is, de most eladják őket nem működőként. Aztán az a vége, hogy igazából csak a RAM rosszul volt benne, vagy nem jó RAM-ot használtak, vagy Isten tudja, hogy mit csináltak vele, és nekik nem akart bekapcsolni. Ezekben nem tudok már videót csinálni, mert oké, megveszem, bedugom, hűha, elindul, tök jó, de nem. Mit tudok csinálni ezzel felül? Na most példának okáért jött ez a HP, szintén nem működőként adták el. Semmi baja. Az egyetlen problémája az volt, hogy a SATA csatlakozó, ami bele van építve, ez teljesen széttörték benne. Na most, oké.
kiszedtem belőle az alaplapot, rádugtam egy SSD-t, és láss csodát, ez is bootolt. Aztán utána szintén Vinteren találtam egy replacementet, tehát egy ennek egy cseréjét, vadonatújat, szedték ki egy gép, vadonatúj, oké. Kiszedték egy gépből, egy csavar, kicseréltem. Ebből nem tudok videót csinálni, de tehát ez a laptop is működik. 1000-100 forint volt maga a laptop, meg ez az alkatrész is körülbelül 1000. Úgyhogy egy kicsikét érdekesebb legyen. Őt is úgy rendeltem nem működőként. Na most neki elméletileg annyi a hibája, hogy hiányzik belőle az SSD. 2011-es vagy 2010-es MacBook Air? De ugye neki is már úton van az SSD-je. Bekapcsolni, bekapcsol. Tehát semmi baja nincsen, töltőt is kaptam hozzá. Amint megjött az SSD, ő lesz a következő áldozat. És megnézzük, hogy rá is melyik Linux megy rá, és mit lehet belőle kihozni. De amint ebbe lesz SSD, ő már van annyira új, hogy tudok rá macOS-t tenni Internet Recovery-ből, és akkor a másik, ugye előző részben látható MacBook Pro, neki is jön az akkumulátora, és végre rá is tudunk tenni macOS-t, és megnézni, hogy ténylegesen mit bír. A régebbi Steam gémekre szerintem tökéletes lesz. Csak hát ugye a posta Lengyelországból, a Foxpost teljes mértékben inkompetens, de valami kegyetlen mód. Úgyhogy erre még várunk sajnos. Tehát két heteket kell várnom ezekre a csomagokra általában, ugye alsó hangon, hétvégékkel együtt. Tehát ilyen 11-12 nap munkanap. Katasztrófa. Úgyhogy erről a videóról ennyit. Remélem ez nagyjából érdekes lesz a következő videónak. És találkozunk a következő részben. Sziasztok!